egyén nem csak a hatalma teljében levő országot tudja bemutatni, vagy mutatja meg, hanem megmutatja azt is, hogy ezt aztán az összeomlás fogja követni. Ezt majd a sorozatos kudarcok története fogja követni, és ilyen szempontból a magyar nemzettudatnak egy rendkívül komplex ábrázolása történik meg ebben a filmben. Hallgatét! Uram! 178. Nekem valamikor a 1944-ben Kolozsváron cserkész parancsnokom volt. Persze nem tudta, hogy ez a kiskölyök, aki ott ugrál, az majd valamikor összetalálkozik az életbe, de nekünk a kiskölyköknek viszont nagyon sokat számított, nagyon szerettük. Nagyon tudott minket vezetni és irányítani, nótára tanítani mindenre. Na, de azt a táncot még egyszer megnézsz a filmet. Amikor Jancsó Miklós még Rómában élt, akkor volt egy olasz kezdeményezésű Mátyás király filmterv, ami hát nem valósult meg, úgyhogy akkor ezekkel a papírokkal, amiket a reneszánsz emlékévre készítettek meg, volt már egy szinopszis is benne erről a filmről, akkor én ezt Józsi kérésére elvittem a Jancsóhoz, és ő rögtön mondta, hogy ilyen történelmi kifestőkönyv jellegű film az nem az ő szakterület. Leszoktak előtte térdelni, ugye? Ez a szokás nálatok. Ez egy dokumentumfilmnek készült, mert itt volt ez a reneszánsz szép tavaly, vagy tavaly előtt. És akkor hát ezzel kapcsolatban szokás ilyet is. Milyen vágási munkálatok vannak ebben a Jancsó filmben? Igazából még nem tudom, mert ez nem is az, amit régen csinált, tehát az úgynevezett 10 perces hosszú snittek, és nem is az, amit úgynevezett kapapete filmek, ami azért vághatóbb volt, több snittes volt. Szerintem ez a kettő között van, és még igazából nem tudom, alakítható végül is. Ide-oda. Nagyon sokat változtat menet közben, állandóan változtat. Tehát egyáltalán munkamódszer szempontjából nem lehet semmit készpénznek venni, de az ég egy világon semmit készpénznek nem lehet venni. Szóval az embernek minden jóra és minden rosszra fel kell készülnie, és hát e körül telik el a napja. A Visegrádon, amikor ezt láttam, hogy itt alul kell menni, fölül, rohansz, mint az őrült, aztán beállsz és halálozán folytatod. Sokszor van úgy így a szedbe, hogy azt mondja, na most akkor ez meg, az meg, amúgy, és az ember azt mondja, édes Isten, már megint mi ez az őrültek háza. De közben az persze összeáll, és meg lehet csinálni, de ő nem követel lehetetlent emberektől. Nem nincs ilyen egotombolás, hogy én megmondom, hogy itt mi fog lenni. Én azt hittem első nap, hogy elzavar, hazazavar, pláne amikor azt mondta, hogy énekelnem kell. Énekelni nem tudok. És ott hamisan kötyeráztam, de nem zavart el. Mi döntött el, hogy ki milyen szerepet fog betölteni? A barátság, a régi barátság. Hát ezekkel mind dolgoztam már sokszor. Hát egy-kettő, nem mondjuk a Pindrahorral még nem dolgoztam, de hát tudom róla, egy marha jó színész. Hát egy-kettő közben derült ki, hogy milyenek.